Itt vagyunk az Erkel Színház legnagyobb jelmezraktárában. Itt közel 200 folyóméternyi jelmezt tudunk tárolni. Az Erkel Színház legtetejére ide ebbe a raktárba költözött át a jelmeztár. Az operaház felújításának megkezdésével az épületből folyamatosan pakolták ki a dolgokat, a költözés pedig a jelmezeket sem kímélte. Kidolgoztam rá egy ütemtervet, hogy hogyan lehetne a legjobban és legkönnyebben elköltöztetni ezt a hatalmas jelmezállományt. Így néz ki most az operaházi jelmeztár, teljesen üres. Vezetője Klenk Szabolcs pedig már az Erkelben kalauzol minket és mesél az áthurcolkodásról. Csak az operában 1000 négyzetméteren tároltunk 2500 folyóméternyi ruhát. Hát nem kell mondanom, hogy ez egy hatalmas mennyiség, több százezer darabról beszélünk, és ebbe beleértem a kiegészítőket is, lábbeliket, kalapokat. De mielőtt erről tudnánk meg még több részletet, térjünk kicsit vissza abba a mesevilágba, amely az Operaház patinás jelmeztárában fogadta a dolgozókat és az operatúrás látogatókat. Ezekben a 19. századi szekrényekben pihentek a darabok jelmezei, és hétről hétre, hónapról hónapra csak arra vártak, hogy megmutathassák magukat a közönségnek. A ruhákat speciálisan tárolták és speciálisan ápolták. Ugye több fiúval is találkozom egy-két emelés erejéig, úgyhogy hát az ő alapozójuk, ami sajnos most már a ruhán látható, de ezt ilyenkor mindig alaposan kimossák, és akkor holnap már megint tündökölni fog. A jelmezeket itt 3 évente leltározták, és bár voltak olyanok, amelyeket természetesen leselejteztek, de azért amit lehetett, megmentettek. És ezek között vannak igazán régi, akár fél évszázados darabok is. Simándi József jelmeze van, amiről tudok, hogy Bánk-Bánt énekelt még annak idején. Jovicki József jelmez, ami mondjuk elég régi. A jelmezek egyébként nem csak a mosásban vagy a vasalásban, de a tárolásban is megfelelő körülményeket igényelnek, leginkább azért, hogy a molyok ne tegyenek kárt bennük. Visszük fel a traviátát a helyére a raktárba. A traviátában szereplő ruhák is az operaházban voltak, de mára az Erkelbe kerültek át. Átköltözött a traviáta is. Zöldi Gergő volt a jelmeztervezője. Az egyik kedvenc darabom ebbe ez a felhő mintás köntös, ami pontosan megegyezik ugyanazzal az anyaggal, amiből az ülőgarnitúrák is készültek a darabban. És hogy hozták át ezt a sok mindent az egyik színházból a másikba? A legjobb megoldásnak az tűnt, hogyha a meglévő speciális színházi fonott kosarainkat fogjuk erre a célra használni, mivel napi szinten is ezekben mozgatjuk a jelmezeinket a különböző raktárhelyiségek között, illetve szállítás során. Így ezeket töltöttük meg mindig, és a vállalat, aki a segítségünkre volt a fuvarozásban, ők hozták, vitték nekünk, és a különböző helyszíneken pedig a jelmeztárnak az öltöztetői közreműködtek a kipakolásban és rendszerezésben. Ezt a hatalmas ruhamennyiséget összesen egy hét alatt pakolták, mozgatták át egyik helyről a másikra. A költözés pedig nem csak fizikailag, hanem kicsit lelkileg is megterhelő volt. Természetesen picit szomorú voltam, hogy ott kellett hagyni azt a nagy patinás jelmezraktárat, a régi tölgyfa bútorokat, mert megvolt mindennek a maga szépsége, de most eljött annak az ideje, hogy ezt is rendbe tegyék, renoválják. A sok-sok év alatt igencsak elhasználódott a fa burkolat, illetve ki is nőttük ezeket a raktárakat, hiszen rengeteg új bemutatónk van. A jelmezek az Erkelen kívül az Operaház felújítása és az Eiffel műhelyház elkészültével kapnak majd új helyet ezekben az épületekben.